Hát itt vagyunk, megérkeztünk Nicaraguába és Granadába. Első nap, eljöttünk sétálni egy kicsit, illetve bevásárolni. És fantasztikus érzés, hogy eljutottunk idáig. Itt vagyunk Budapesten a Nicaragua Café Brunchban. Tavaly jöttünk haza Nicaraguából, és annyira visszahúzott a szívünk, hogy szerettünk volna valami olyasmit csinálni, ami egy kicsit visszavarázsol minket, illetve egy kicsit megmutatni Magyarországnak is azt, hogy mi Nicaragua, vagy nekünk mi Nicaragua. Eredetileg volt egy lakóautós utunk, ami az USA-tól Argentináig terveztük, hogy megyünk, de Argentináig nem jutottunk el, csak Costa Ricaig. De amikor a lakóautós utazást eldöntöttük, akkor 4 gyerekünk volt, és pont egy olyan helyzet volt, hogy mindegyik már kezdett annyira nagy lenni, hogy elkezdtek mobiltelefont kérni, telefon, videójátékok, ilyesmi, és nagyon nehéz volt őket így kirobbantani, vagy azt éreztük, hogy ez így nagyon kezd nehézzé válni ez a küzdelem, hogy értelmes elfoglaltságokat találni nekik. Volt egy ilyen mókuskerék effektus, hogy reggel beadom az óvodába, iskolába, és akkor 4-5 után hazaérünk, és már nincs is családi élet, és úgy olyan hiányérzete volt az embernek, és ettől azt gondoltuk, hogy úgy lehetne megszabadulni, vagy kiszabadulni, hogyha egy évre így kiszállnánk ebből a mókuskerékből. Egészen elképesztő és hihetetlen módon megérkeztünk Granadába, és itt vagyunk a házunkban, ami egész hihetetlen, komolyan mondom, hogy teljesen katartikus. És itt vagyunk végre. Lányok! Lányok, integessetek ide nekem! Amikor Nicaraguában voltunk, akkor annyira megtetszett ez az ország, hogy ott több időt töltöttünk, tehát több hónapot, és amikor Costa Ricába lejutottunk, akkor visszamentünk Nicaraguába, mert annyira tetszett. Hát szerintem életünk csúcspontja volt. Mi kiadtuk a lakásunkat, ez nyilván egy bevételforrás volt ez alatt az idő alatt. Kibéreltünk ott egy házat, tehát a lakóautózást megszakítottuk 3 hónapra, és annyira gyönyörű koloniális villák voltak, hogy elkezdtünk nézegetni. Ez egy ilyen kis hobbinak kezdődött, hogy hú, megnézzük belülről, milyen szépek ezek a házak. Pontosan a gazdasági helyzet miatt, hogy egy ilyen forradalom után voltunk, annyira beestek, az egész ingatlan piac megfagyott, és annyira beestek az árak, hogy azt úgy gondoltam, hogy ennyiért, ha ezt most megvesszük, ez annyiba került, mint itthoni garzonlakás akkor, vagy még kevesebb, akkor ez csak többet érhet a jövőben. És akkor utána hazaköltöztünk, egy évre nagyjából, és amikor a Covid kitört, megfogalmazódott, hogy vissza kéne menni Nicaraguába, mert hogy itt minden be van zárva, a rettenetes, a gyerekeket nem lehet otthon oktatni, és akkor mondtam, hogy ha van egy házunk Nicaraguába, akkor menjünk ki, és akkor 3 évet töltöttünk ki. Ráadásul az volt az izgalmas, hogy akkor már be lehetett menni Nicaraguába, de ki nem. Tehát úgy mentünk be, hogy nem tudtuk, hogy mikor lesz nyitva a határ kifelé. És akkor még fél évig zárva volt. Hát elkapott minket egy rendes kis eső. Nagyon különleges volt. Nyilván először akklimatizálódni kellett az ételekhez, az éghajlathoz, mindenhez. Akkor a gyerekeket gyorsan beirattam iskolába, minden 4-et egy iskolába, és akkor megtanultak spanyolul. Aztán következő évben másik iskolába mentek, ahol már nem csak az volt, hogy spanyolul tanultak, hanem egy kicsit a színvonal is jobb volt. Úgyhogy így próbálgattuk így a határainkat, a várost, az országot. Most visszanézve nagyon pozitív volt, hogy sokat voltunk együtt. Minden este társasjátékoztunk, igen, elmentünk sétálni a tópartra, tehát hogy egy ilyen vakáció, egy 3 éves vakációnak tudnám leírni. Egy ideig úgy voltunk, hogy gyerekek tanuljanak meg spanyolul, angolul, hogy érezzék jól magukat, de azért azt gondolom, hogy egy bizonyos kor fölött már mégiscsak azért kell készülni az életre. Ez egyébként én számomra 14 év volt, tehát a gimnáziumban már azért mégiscsak egy vagy középiskolában egy olyan helyre kéne járni, amivel aztán ugye a későbbi életben is tud valamit kezdeni. Igen, szóval úgy voltunk fel, hogy az általános iskolában nem baj, ha csak jól érzik magukat és kicsit tanulnak. És azt úgy ki is elégítette ez a város. De a nagyfiunk az most lett gimnázista, és akkor miatta igazából ez volt az egyik legnagyobb löket, hogy akkor ő itt felvételizzen, és itt járjon gimnáziumba. Az összes dekoráció, ami itt látszik, tányérok, festmények, azok így bőrönbe jöttek haza, sajnos jelentős mennyiséggel is tört útközben. És hát ez is fantasztikus volt ott Nicaraguában, hogy egy iszonyatosan nagy, aktív, kézműves ipar van, ott még vannak mesteremberek. A kerámiák, amik itt vannak, azokat mind mi ismerjük személyesen az embert, jóba vagyunk vele, kinti házunkban is csinált egy csomó mindent, oda mentünk, és akkor mondtuk, hogy Miguel kéne 30-40 tányér, Az elsőben, amikor kimentünk, akkor még tényleg ilyen kicsit az volt, hogy hát azért a magyar ízek, meg az európai ízek, és azt kerestük mindenben. És akkor a második év az volt az én akklimatizáció, és nekem a harmadik évre teljesen az volt, hogy imádom a nikaragvai ízeket, imádom a babos rizsüket, az összes helyi gyümölcsöt megszerettük, és akkor, amikor visszajöttünk, akkor azt kezdett el hiányozni. Ezek az ízek hívták életre ezt a helyet. A kávén kívül ez a sok finom nikaragvai íz. Ugye Nicaragua az egyébként rum, kávé, szivar. Nagyon finom rumuk van, a flor de caña, amiből mi tartunk itt 4, 7, 12, 15, 18, meg 25 évest is, tehát ebből csináltunk egy kóstolósort is, úgyhogy ha valaki el akar mélyülni így a rumok világába, akkor itt abszolút el lehet. Most jött ki a két vika, ez az! Mikor azt szokták kérdezni, hogy most véglegesen hazaköltöztetek, akkor azt szoktam mondani, hogy most ideiglenesen véglegesen. Látásmódom az nagyon sokat változott. Hogy az ember úgy, ahogy fejlődik, nő, úgy elképzel egy világot, és hogyha elmegy abból a saját kis világából, ami a Magyarország, meg Budapest, meg kislakás, vagy lakás, akkor egy ilyen teljesen más dolgot ismer meg, és akkor így más emberek, és akkor nyitottabb leszel arra, és megérted, hogy ő azért gondolkodik így vagy úgy. Tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen nyitottá válsz a világra. A gyerekek nem hiszem, hogy akadálya lenne ennek, tehát hogy szerintem az ember csak így ráfogja, kivetíti, meg sokan vannak, akik azt mondják, hogy hú, én nem tettem, meg ezért, meg azért, meg amazért. Nyilván vannak emberek, meg vannak olyan helyzetek, amikor nem teheted meg. De nagyon sokan vannak, akik megtehetnék, csak úgy valamire kell fogni, hogy miért nem csinálom meg. Nagyon rugalmasnak kell lenni. Tehát én szerintem, hogyha úgy utazik az ember, akkor egy csomó olyan dolog jön szembe, amilyen úristen, valami olyan újdonság, amivel még nem találkoztál, és akkor ehhez rugalmasság kell. A gyerekek hihetetlen rugalmasak lettek, tehát hogy ők nagyon most is, tehát bárhova megyünk, bármit csinálunk, mindenki csak így nézi, hogy ezt most hogy. Tehát, hogy ő nekik, hát nagyjából ugyanazt átvették, megtanulták, hogy a váratlan helyzetektől nem kell megijedni. Például az egyik gyerekünk, ő kicsinek olyan volt, hogy el kellett mondani napokkal előtt, hogy mi lesz a program, és akkor ráhangolódott, akkor utána úgy rendben volt, de ha mondjuk akkor szóltam volna, hogy most megyünk a játszótérre azonnal, akkor így nem örült volna ennek a dolognak. És ő például nagyon-nagyon sokkal rugalmasabb lett. Azért utazzál, mert az, amin emlékezni fogsz. Az, hogy eltöltök egy nyarat úgy, hogy tök jó el vagyok otthon, vagy el vagyunk nyaralóban, az úgy összefolyik, és abból nem marad sok minden, meg aztán egy utazás az egy örök emlék, meg az élmény az egy örök emlék.